Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója. Legfontosabb híreinket már is mutatjuk röviden. Muravidéki bringázás. Már idén kijelölt kerékpárúton lehet Murakeresztúrra tekerni. Marad a tilalom, jövő héten sem lehet a betegeket látogatni a kórházban. Android programozók. Az ország 10 legjobb középiskolás csapata érkezett a Pendroid kanizsai döntőjére. Most pedig már a részletek és további híreink. Már idén el lehet jutni kijelölt kerékpárúton Murakeresztúrra, 2019-re pedig Murakeresztúrt és Örtilost is kerékpárút köti össze. Ezt Cseresnyés Péter, a Mura program miniszteri biztosa jelentette be ma Nagykanizsán. A város és a térség országgyűlési képviselője kiemelte, ezek a kerékpárutak meglévő hálózatokhoz kapcsolódnak és a Mura program részeként készülnek el uniós forrásból. Azért Örtilossal kötnénk össze Murakeresztúrt, mert a Dráva-Mura összefolyását a természet és vizet kedvelő emberek megnézhetik, és vagy kerékpáros úton, tehát kerékpárral tudnak oda eljutni, vagy pedig miután tervezzük azt, hogy vízitúrákat is szerveznek majd vállalkozók a Murán, csónakkal is oda tudnak jönni, és ott, ha lesz kölcsönző, és biztos, hogy lesz kerékpárkölcsönző, akár vissza is tudnak kerékpározni Nagykanizsára, Murakeresztúrra, Molnáriba, vagy éppen amit célállomásként kijelölnek. Ami nagyon fontos, hogy a Mura programnak most már a többedik olyan jellegű fejlesztési lehetőségét látjuk kormányhatározatban, amit nem sokára, belátható időn belül használni tudnak azok, akik turisztikai céllal jönnek erre a vidékre. Az új kerékpárutakról és a Mura programról további részleteket tudhatnak meg mai napi Kanizsa rovatunkból. Életeket ment a rákszűrés, akik nem járnak el, sokat kockáztatnak. Ma értékelték a Tegyünk többet a nőkért, Tegyünk többet a méhnyakrák, valamint a bőrrák megelőzésért elnevezésű kanizsai akciót. A program lényege, hogy a szűréseket a munkahelyeken végzik el, így azok is átesnek a vizsgálatokon, akik nem keresnék fel a szakorvosokat. A Kanizsai Kórház és a Gyógyító Eszköztárunk Fejlesztése Alapítvány közösen indította a programot, amelyben a megelőzés, a szűrővizsgálatok, valamint az önvizsgálat megtanítása mellett az eszközök fejlesztése is a célok között szerepel. A bőrrák és a méhnyakrák szűrésén túl egyéb nőgyógyászati vizsgálatokat is elvégeznek. A program lényege, hogy mindezt a munkahelyeken teszik, így azok is átesnek a vizsgálatokon, akik nem keresnék fel a szakorvosokat. A prevenciós akcióhoz már több kanizsai nagyvállalat is csatlakozott a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával. Nagyon jól fogadták, és mindenhol a Lássi Szemre vezető és a HRS vezető is pozitívan állt hozzá. Úgy látjuk, hogy ez a cégek egyfajta társadalmi felelősségvállalása volt, és gyakorlatilag örültek neki. A 2016-os munkahelyi nőgyógyászati szűrések 300 résztvevője közül többeket is további vizsgálatokra utaltak, négy esetben pedig konkrét rák megelőző beavatkozásra volt szükség. Azóta mindannyian meggyógyultak. Ez is azt bizonyítja, hogy a korai stádiumban felismert betegség jó eséllyel gyógyítható. Minden tudunk a méhnyakrákról, de mégis nagyon sok előre haladott stádiumú daganatos beteggel találkozunk. Ez azért történhet meg, mert ezek a nők nem járnak rendszeresen szűrővizsgálatra. Ha minden évben elmennének nőgyógyászati szűrővizsgálatra, akkor ha valamilyen baj adódik, az már korai stádiumban vagy rák megelőző állapotban kiszűrhető. Ha ezeket a betegeket ki tudjuk szűrni, akkor azokat gyógyítani is tudjuk teljes mértékben. Az alapítvány támogatása jóvoltából a nőgyógyászaton a laparoszkópos eljárásokat lehet bővíteni, a bőrgyógyászaton pedig új diagnosztikai eszközöket vásároltak. Ezeket minden nap használják. Már ezekkel végezték a munkahelyi szűréseket is. A 700 megvizsgált ember mintegy negyedét megelőzési céllal, három embert pedig melanoma miatt küldtek sebészetre. A szakemberek szerint a szűrések között legalább havonta célszerű önvizsgálatot tartani, változás esetén pedig fel kell keresni a szakorvost. Mindenképpen, ha megváltozik az a jegy, bármi színe, formája,
nem éles határú, egyenetlenül barna, kivörösödik, karfiolszerű lesz, viszket, kisebesedik, tehát számos olyan tünet van, ami felhívhatja a figyelmet. Az alapítvány és a kórház vezetője a résztvevő cégek képviselőinek elismerő oklevelet adott át. A programot idén újabb munkahelyek bevonásával és a korábbi partnereknél is folytatják. Az új eszközökről, a szűrések és a megelőzés fontosságáról szombati napi kanizsa rovatunkból még többet megtudhatnak. Jövő héten is marad a látogatási tilalom a kórházban. Ezt a megbetegedések száma is az is indokolja, hogy jelenleg naponta érkeznek súlyos influenzás betegek a kórházba. A Kanizsai Dorottya kórház főigazgatója a védőoltás fontosságára hívja fel a figyelmet. Emlékeztet, a 2009-2010-es H1N1 vírusra abban a járványban világszerte sokan meghaltak a szövődményekben. Ennek ellenére kevesen oltatják be magukat. A védőoltások jelentősége abban van az influenza járvány idején, hogy időben beadva az immunrendszer fel tud készülni az influenza elleni védekezésre, és bár elkapjuk az influenzát, és fejfájásunk, izomfájdalmaink, lázunk, felső légúti tüneteink lesznek, de azok pár nap alatt előkészített immunrendszer esetén pár nap alatt elmúlnak ezek a tünetek, és nem alakulnak ki a súlyos alsó légúti tünetek. Ha nincs ellenanyag, a vírus gyakorlatilag gátak nélkül pusztíthatja a szervezetet, és több napnak kell ahhoz eltelni, hogy az immunrendszer reagáljon erre a fertőzésre, akkor pedig gyakran már késő. Kanizsán versenyeztek a programozó középiskolás diákok. A Pendroid országos informatikai versenyen 46 csapat vett részt, a kanizsai döntőre a 10 legjobbat hívták meg a Pannon Egyetem nagykanizsai kampuszára. Android alapú alkalmazásfejlesztésben versenyeztek a diákok. A döntőn, az online fordulók után egy meghatározott tematikájú játékot kellett kidolgozni. A diákoknak a verseny profitja maga a tudás, amit pedig a jövőben készpénzre válthatnak. Olyanra lesznek képesek, ami jelenleg egy nagy kincs, mivel országosan csak Magyarországon több mint 20 000 nyitott informatikai álláshely van, és ezen belül az alkalmazásfejlesztés az egy nagyon kiemelt terület, mivel erre olyan összetett logikai készség, olyan csapatmunka kell hozzá, amit a verseny során is alkalmazni kell, hogyha sikeresek szeretnének lenni. A Pannon Egyetem nagykanizsai kampusza idén már harmadik alkalommal rendezte meg a versenyt. A megmérettetés több célt szolgál, az eredménye pedig pozitív lehet minden résztvevő számára. Ekkor tudunk ténylegesen olyan széleskörű és izgalmas dolgot kínálni a piacnak, ami nem csak egy szűk szegmensnek érdekes. Tehát nem csak a középiskolásnak érdekes, hogy tovább tanulnak, nem csak a cégeknek, hogy tudunk neki nyújtani valami kutatási fejlesztési feladatot, hanem tulajdonképpen az egész környezetünk újragondolásának az alkalmazását, vagy lehetőségét hordozza magában. Ez a verseny egyértelmű. A versenyekhez szükségesek az elhivatott középiskolai tanárok, akik nem sajnálják a felkészüléshez szükséges időt. A szervezők célja, hogy 5 éven belül legalább 100 csapat vegyen részt az országos versenyen. Ma lenne 100 éves az ezerdalos nótaszerző. A Tüttő János Nótaklub ebből az alkalomból tartott megemlékezést névadója nyughelyénél a nagykanizsai temetőben. Az életről és az elmúlásról énekeltek a megemlékezés elején a Nótaklub tagjai. A hallgató nótát Tüttő János szerezte, amely rendkívül gazdag életművének egyik gyöngyszeme. Tüttő János dalszövegíró több mint 1000 nótájával évtizedeken keresztül a Magyar Rádió műsoraiban, valamint több mint 30 hanglemezen, fél száz kazettán, több tucat CD-n népszerűsítette, mert sokak által szeretett műfaj. Kötelességünk Tüttő János szellemi hagyatékának az ápolása és továbbadása, mondta az alapító tagok egyike, Németh Tibor. Helyezze el a kenyeret köszönően. A tagok a jövőben is törekednek arra, hogy méltóak legyenek Tüttő János nevére. Becsben tartjuk a nótáival együtt a Tüttő János urat, és nem is lehetne eltekinteni minden felett, mert annyira szívhez szóló nótái voltak a Balatonról, a szerelemről, a fiatalságról, hogy szinte minden korosztályt megérint. Az,
A néhai nóta szerzők emlékére a klub hajdani jóbarátja a tavaly elhunyt Szabó András szerzett dalt, amelyet szintén előadtak a tagok. Ha egy nótafának letörik egy ágat, többet nem lesz új nóta ott, és erről szól az egész, hát remélem, úgy láttam a szemeken, hogy meghatódtak kicsit a ünnepségen. Tüttő János sírjánál koszorúkat és mécseseket helyeztek el a megjelentek, a megemlékezésen a családtagok is részt vettek. Él a hagyomány, ezt bizonyították farsangi bájukon a MOL Bányász nyugdíjas klub tagjai. Egykoron a maszkázás volt a szokás a farsangi időszakban, menyasszonyok és vőlegények vonultak a falvak utcáin. Mindez megelevenedett tegnap a Voke Kodály Zoltán művelődési házban, a násznépet pap vezette a mulatozók közé. Az esketés és a menyasszonytánc sem maradt el, a nyugdíjasok ismét megmutatták, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. 15 csapat 55 játékosa mérte össze tudását a mai lábtollabda diákolimpia megyei döntőn Kanizsán. A Dr. Mező Ferenc gimnáziumban az 5.-6. korcsoportos megmérettetésen a város összes középiskolája képviseltette magát. Legnagyobb létszámmal, összesen 6 csapattal a házigazda mezősök voltak jelen. Budavölgyi Kálmán, a versenybíróság elnöke úgy fogalmazott, a diákolimpia nem az egyesületek versenye, de az látszik, hogy a mezőnygerincét az egyesületeken belüli játékosok adják. A megyei fordulóból a dobogósok jutottak tovább az országos döntőbe, ez április 22-én lesz Kisteleken. Foci és úszás szerepel a hétvége sportkínálatában. Szombaton 8 órától jótékonysági kupát rendeznek a zsigmondi csarnokban 4 csapat, köztük a felvidéki válogatott részvételével. A program keretében 14:30-tól futszálgálát tartanak. Szombaton nem csak teremfoci lesz, 11 órától az UFC Nagykanizsa a Körmendi FC-vel rúgja a bőrt felkészülési mérkőzésen az olajbányászpálya műfüves részén. Holnap egy régi hagyomány is folytatódik az uszodában, nem sokkal 10:30 előtt az ünnepélyes megnyitóval elkezdődik a 29. Kanizsa kupa, amelyen több egyesület korosztályos versenyzői mérik össze tudásukat. Fontosabb híreink ismét röviden. Muravidéki bringázás. Már idén kijelölt kerékpárúton lehet Murakeresztúrra tekerni. Marad a tilalom. Jövő héten sem lehet a betegeket látogatni a kórházban. Android programozók. Az ország 10 legjobb középiskolás csapata érkezett a Pendroid kanizsai döntőjére. Ez volt a Kanizsa TV pénteki híradója. Köszönöm figyelmüket, további szép estét, jó hétvégét kívánok mindannyiuknak. Hétvégén is mindkét nap 6 órától friss híradó a Kanizsa TV-ben. Viszontlátásra!